életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat. Akiknek a szakmájuk nem pusztán a foglalkozások, hanem a hivatások, vagy mondhatni akár a szenvedélyük. Akik nem csak saját magukkal foglalkoznak, hanem másokkal is törődnek. És ha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor bizony megtalálják a megoldást, és nem a problémára fókuszálnak. És a mai életre valónk lesz fokozottan igaz. Ugye, Úrik Teodóra, én annyit mondok csak, hogy táncos vagy, koreográfus, egyetemi oktató, és azt hiszem biztos, hogy nem lesz teljes a lista, de majd azt te ki fogod egészíteni. Számos számtalan díjjal tudhatsz a magadénak, a Kossuth díjtól egészen a Halhatatlanok társulatának örökös tagságáig, és egész egyszerűen fantasztikus az eddigi életpálya, amit már most is meg tudsz nekünk mutatni. Szeretettel köszöntelek. Köszöntelek én is, és köszönöm a kíváncsiságodat az én életemre. Hát nagyon, nagyon érdekes, mert amit mondtál, hogy ez eddigi. Hát mi lehet még? Mert úgy gondolom, hogy amit a táncos pályából ki lehet csavarni, mint egy citromot, én azt kicsavartam mindent, még beletartozik egy oktatói gyerek balettkönyv is, egy modul összeállítás az alapfok és a középfokú táncművészeti oktatás számára, szóval azt hiszem, hogy minden rétegét ennek a szakmának kicsavartam, és ami esetleg van még, hát arra készen állok, ameddig tudok. Nagyon sokféle területen foglalkoztam ezzel a művészettel. Ahogy elmondtad, hogy ez hivatás, szerelem. Ez szerelem szakma, valahogy nem lehet tőle szabadulni. Az az érdekes, hogy kicsi 3 éves voltam, amikor ezt elkezdtem. Édesanyám álmát teljesítettem be a Jármai Edit néni balett oktatói terembe. Nagyon nem szerettem, mert nem láttam értelmét 3 évesen az egésznek, és utána kerültem be 7,5 évesen az Állami Balettintézetbe, aminek a folytatása ma a Magyar Táncművészeti Egyetem. Ott 9 évig tanultam ezt a szakmát. Ebben az az érdekes, hogy mi az, amit 9 évig kell tanulni, hogy kívülálló számára elképzelhetetlen, hogy nem egy csacsacsát, egy koreográfiát tanulunk meg, hanem különböző mozdulatok, különböző fázisait. Első évben nagyon lassan, csak előre, második évben már gyorsabban, oldalra és magasabban, kartartással és variálva, és mondhatnám azt, hogy millió mozdulat, és hihetetlen mennyiségű koordinációs feladat a klasszikus balett metodikában, amit tényleg 9 évig kell tanulni, de ez a tanulás nem szól arról, hogy én a színpadon hogyan fogok viselkedni, ez csak technikáról szól igazából. Igazából ezután, a 9 év után kezdődött el az én művészeti pályám. 17 évemet nem töltöttem be, mégis lekerültem Pécsre. Most éjszaka félálomban kiszámoltam, hogy 10 voltunk abban az osztályban, akiket egy ukázzal levezéreltek Pécsre. Ez nagyon érdekes, mert ma már nincs olyan, eleve nem gondoskodnak a szerződésről, másra nincs ilyen, hogy kényszerítjük, hogy menjen le. Előző évben autóbuszos kirándulással jártunk Pécset, és láttunk egy balett előadást a Pécsi Színházba, volt egy tánckar, egy táncegyüttes, Eck Imre koreográfiája volt az egyik, és úgy nem igazán tetszett, nem tudtuk, hogy miért jövünk ki, de hát az már a becélozása volt a mi hadseregbeli lejövésünknek, és hát nagyon izgalmas évek voltak, hogy ilyen fiatal gyerekekként belekerültünk egy csodálatos mesternek, Eck Imrének az alkotói világába. Ő nem volt képzett balettáncos, ő egy színházi szakember, egy rendezői szakember volt, néptáncos volt. Tehát ő máshonnan látta a dolgokat, nem a technika oldaláról, hanem a színházi beszélgetés oldaláról, az üzenet oldaláról, és ettől volt izgalmas az egész, és ettől volt a Pécsi Balett olyan fantasztikus novum annak idején, már mindjárt 60 évvel ezelőtt. Mert akkor a 60-as években Magyarországon csak mesebalettek voltak, a szovjet balettkultúra behozatalaként, és mi voltunk az az együttes, aki emberi problémáról, társas kapcsolatról, társadalmi tükörtartásról és mindenféle emberi dologról szóló darabokat csinál. Azért egy picit menjünk vissza az időben, mielőtt tovább haladnánk. Ugye említetted, hogy 3 éven sem kezdted a balettet, és különösebben nem voltál érte oda. Amikor bekerültél ebbe a rendszerbe, akkor meg tudtad szeretni? Odavalónak érezted magad? Nem. Ezek olyan nagyon érdekes dolgok, ezek a furcsa, rosszul kezdődő dolgok, lehet, hogy a végén jóra fordulnak, és aztán van olyan, hogy a jól kezdődő, a nagyon tehetségesek meg kiégnek a végére. Magas voltam, 13 éves koromban már akkora voltam, mint most. Ez egy nagyon kilógó, akcelerációs folyamat volt, amit én véghez vittem, mert nem volt ilyen magas lány az egész iskolában.
És úgy is tervezte Lőrinc mester, az akkori igazgató, hogy én majd úgyis Weimarba szerződök, mert ott a németeknél van, elfogadják a magas lányokat, és én azt hittem, hogy én majd Weimarba szerződök, mert ebből nem lett semmi. És valahogy így a csoportos dolgokból úgy kimaradtam, meg nem volt könnyű engem fölemelni. Klasszikus balett tele van emelésekkel, váraültetéssel, földobással, szóval egy 172 centis nőt nem könnyű mozgatni. És akkor olyan bánatosan voltam visszahúzódó, és nem volt sikerélményem. És valahogy ez a mester, ez az Ekkimre, ez a csodálatos ember engem megcsinált. De nem csak engem, hanem mindenkit megcsinált. Ő úgy tartotta, hogy mindig azt mondtuk, hogy még a takarítónőből is tudna szerepet csinálni, de valahogy ránk szabott mindent. Nagyon, nagyon érdekes. Elsősorban a személyiség érdekelte, és a személyiségből alkotta meg a darabjait. Fantasztikus instrukciói voltak, azóta se hallottam ilyeneket, hogyha bejössz a színpadra háttal, lássam a hátadon a történetedet, mindig legyen saját történeted, írd meg, hogy te ki vagy, mi vagy, ne játsz, csak kerülj abba a helyzetbe, és akkor már beszél a tested, hiszen van egy természetes testbeszédünk, van egy olyan kifejezés rendünk az arcunkon is, hogy keresztül jön, amit érzünk, tehát nem tudjuk titkolni a belső állapotokat. És akkor igazából, hát tulajdonképpen 15-16 évig volt ő a vezető koreográfusunk, utána jöttek vendégkoreográfusok, akkor eljött annak az ideje, hogy vendégeket hívtunk külföldről, és hát mindent tőle tanultam, ezt tudom mondani, és próbálom továbbadni. Ugye említetted, hogy a klasszikus balett és a mese balettek világából átkerültetek egy új, egy modern, egy igazán emberről szóló és embert megszólító műfajban. Milyen érzés volt ez? Még arra is emlékszem, nem tudom, szóval ebben mi kis bábuk voltunk igazából, szóval, hogy pedig ő alkotónak vett minket, de nagyon fiatalok voltunk. Arra emlékszem, arra a pillanatra, amikor a Pókháló című darabba, ami egészen fantasztikus volt, mert ma nagy sikere lenne, mert ma divat az a légbelógás, két ilyen acélhálón lógott két póknő, majd lejött egy férfi egy szálon, és akkor ezt a két nő között szenvedett, és aztán voltak földi nők is, és akkor jött az a bizonyos földi nő szerepem, hogy bejöttem, tekertem egyet, megálltam, és akkor megéreztem, hogy engem néz most a közönség. Egy fantasztikus, olyan volt, mint egy ilyen pozitív nyílt találat. Hopp, hopp, akkor nekem most itt úgy kell csinálni, hogy lekössem őket. Ez ilyen érdekes emlék. Hát nem, mondom, ilyet mi nem tanultunk a balettintézetbe. Ja, és a másik az, hogy a nagy áldás a színház. Azelőtt, ha úgy végig gondolom, egyszer voltam 17 éves koromig színházba. Az ember tragédiáját láttuk a Nemzetibe osztályostul. Nem jártunk színházba, nem volt szokás, mert egész nap reggel 8-tól estigben voltunk a balettintézetbe. Maximum az operába jártunk. Tehát a színház idegen volt számomra. És egy olyan fantasztikus közegbe keveredtünk bele 17-18 évesen, hogy az összes ajándékot, amit a színház adni tud, meg az összes tanítást, amit a színház adni tud, azt mindent megkaptunk. Egy picit kanyarodjunk el a szakmától, ugye a színpadi sikereid teljében, a szakmai pályafutásod mondhatni kellős közepén jött az anyaság. Azért ma is még azt mondjuk, vagy hát legalábbis azért úgy véli az ember, hogy nagyon nehéz egy művészi, vagy sportolói, vagy bármilyen pályafutást összeilleszteni. Hogy volt ez veled akkoriban? Hát akkor az együttesben én voltam az első lázadó anya, nem volt más, szóval ez nem volt szokás, mert döntsd el, hogy most akkor táncolsz, vagy nem. Hát bekövetkezett a bizonyos tragikus csoda, amikor egyedül maradtam a 6-7-es kisfiammal, és hát nagyon-nagyon nehéz volt, hogy akkor mit kezdek. Nem is volt, azt hiszem, ilyen egy hónap szülés utáni egy hónapos szünet volt, vagy kettő, amit lehetett kivenni, szülési szabadságot, tehát nem volt gyes egy év, két év, és akkor a kisfiamat betoltam a színházba, a balettterem sarkába, vagy az öltözőbe, vagy az öltöztetőkhöz, és Ivánkám ott cseperedett fel, tehát ebben a helyzetben megismert valamit, és lételemévé vált ez a közeg, és ezért választotta ezt a szakmát. Hogyan tudtad ezt vinni, ezt az életet? Hát nagyon nehezen. Voltak ugye a nagyszülők, de ők csak szombat-vasárnap értek. Néniztünk, csodálatos néniket találtunk, tényleg akik Ivánnal egyidős fiúk volt, és hát nagyon nehéz volt, mert későbbi párom lovasfár szintén ebben a szakmában volt, és ha a napjaink úgy zajlottak, hogy 10-től 2-ig próba, 6-tól 10-ig próba, vagy előadás, tehát
nagyon-nagyon nehezen tudtunk a későbbi gyerekemmel, Annával is együtt lenni. Igaz, hogy ott már mentem kifelé a pályából, amikor Anna született, tehát az azért könnyebb volt. Csak ott meg nem volt nagymama. Szóval a nagymamák azért nagyon kell lennének ilyenkor. De azért ugye anyaként nyilván tehát balettosként, művészként a tested, a te eszközöd. Azért az anyaság fizikai értelemben változtatott valamit? Tehát nehéz volt visszatérni? De nagyon érdekes dolog, mert ezek a nehézségek, hogy... Ja, és az Anna után is 4 hónappal visszatértem, mert ott pár éven volt már hátra az úgynevezett szakmai nyugdíj, amit teljesíteni kellett, tehát ilyen szakmai kényszerek előtt álltam, és igazából semmilyen sérülés, tehát orvosilag azt mondják, hogy minél hamarabb állunk vissza, annál könnyebben alkalmazkodik a test. Tehát nem semmilyen sérülésem vagy nehézségem nem volt. Hát vissza kellett fogyni mondjuk ennyi, de hát az ment magától. És akkor nem volt elég dolgod, akkor még közben ugye megyünk tovább az időbe, és valamelyik kanyarba te táncpedagógus is lettél, elkezdtél oktatni, intézetvezető. Közben elkezdtem tanulni, tehát föl kellett járni Budapestre, el kellett végezni egy főiskolai oktatást, és akkor lettem balettpedagógus. Akkor volt úgy, hogy tanítottam reggel 8-tól 10-től, próbáltam 2 évet előadást, tehát mind a két dolgot együtt csináltam, és utána, amikor már szakmai nyugdíjba mentem, akkor csak a tanítással, az már egész állásos munka volt, és akkor 21 évig vezettem a Pécsi Művészeti Gimnázium táncművészeti tagozatát igazgató helyettesként. Ugye az, hogyha valaki rendelkezik egy tudással, az még nem garancia arra, hogy azt jól lehet is tudja adni. De te legendásan jó tanár vagy, ezt nem neked kell mondani, és nem is kell semmit mondani, de tudjuk, hallom. Milyen módon tanítottál? Tehát ez az Eck Imrei tanítást, ezt hoztad, te tovább vitted tovább? Nem, az volt nagyon érdekes, hogy amikorra már nem csak balettet tanítottam, hanem kezembe került a repertoár, vagyis a művészi előadás módnak a képzése, tehát a koreográfiákkal való foglalkozás, akkor tudtam igazán, a balettet nem lehet viccesen vagy jópofán tanítani, az egy szigorú edzésmódot, van egy olyan metodika, amit nem tudok kikerülni, az előadó művészeti tevékenységet viszont azt csodálatosan lehet emberivé tenni, tehát van az a bizonyos húzd meg, erezd meg, hogy humorod van, szigorú vagy, szereted, fejére koppintasz, megsimogatod, jól letolod, és akkor elmondod, hogy szedje ki saját magából. Szóval vannak bizonyos, nagyon érdekes az instruálás, az egy egész különös tudás, hogy lehet rávezetni egy szereplőt egy-egy mondattal. Volt egy kalandom az Operett Színházban, a Kánkád című darabban egy táncmestert játszottam, és valahogy úgy nem találtam rá, és az akkori igazgató azt mondta nekem, hogy Dóra, maga egy gonosz, orosz balettmesternő. Na, itt beletaláltam a dologba, és innentől kezdve ez volt életem legzajosabb sikere, mert 3-4 színi tapsot kaptam a petrengésbe, a spárgába és a nagyon szigorú mozdulatokra, úgyhogy hogy ezek a bizonyos szavak, amiket meg kell találni. Aztán utána az is megtalált téged, hogy nyilván most időbe ugrunk egy picit, hogy a Pécsi Balettnek lettél az ügyvezetője, tehát a szakmát sokat egy nagyot ugrattam. Ugrottál, mert közben volt a prózai tevékenységem, amit nagyon imádtam és nagyon szerettem, és nagyon érdekes és nagyon fontos dolgokba bekeveredtem, operettbe, énekeltem Csókosasszony főszerepét, játszottam Antigónéba, Rázga Miklósnál, mindenféléket csináltam, és most olvastam a régi, nem tudom hány éves naplómat, ahol Gönc Árpád Magyar Médea című 1,5 órás monodrámáját csináltam a Horváth Színházban, szóval nem volt semmi. Ez megint olyan, hogy megkínáltak, és akkor azt mondtam, hogy húha, azért abban a naplóban le vannak írva a szenvedések, hogy mi az, amiket gondolok mögötte, hogy úristen, hogy fog ez nekem menni, vagy mit kell összeszenvedni, de végül kimásztam. Az igaz, hogy a művész a művészeti alkotásokon keresztül ki tudja élni egy picit azt az örömöket, a bánatokat, tehát hogy bele tud bújni másoknak a bőrébe? Tehát valóban tud több életet megélni egy művész? Hát ez terapikus, azt tudom mondani. Ő nagyon-nagyon-nagyon terapikus, hiszen egy csomó meg nem élt dolgot élünk meg, ami nagyon azért karizmatikus, mert
a színháznak tulajdonképpen ez a feladata, hogy ott ül a néző, belekerül helyzetekbe, de nincs ott, belekerül gyilkosságba, látja a nem tudom mit, de úgy érzi, mintha ott lenne, de még sincs igazából benne, csak eljátsszuk neki. Mi meg eljátszunk sokféle személyiséget, anélkül, hogy börtönbe kerülnénk valóban. Úgyhogy ez tényleg terapikus mindkét oldalnak. Hogyha nehéz helyzetbe kerülsz, és ugye már az, ahogy felvázoltad, volt néhány nehéz helyzet, vagy akár trauma az életedben, általában hogyan kezeled azokat? Hát először nagyon sírok, aztán megint, és aztán rájövök, hogy mindig az a példa nekem, ez a köves az utunk. Az utunk köves, nem sima, és abból tanulunk. Hát valószínűleg azért kapjuk ezeket a próbákat, hogy erősödjünk, és ugye a hősnek is mennyi mindenen kell keresztül menni a mesében, hogy amikor a gyereknek fontos a mese, a gyerek a mesén keresztül tanulja meg, hogy nem úgy van az, hogy rögtön elveszem a királylányt, hanem azért meg kell küzdeni a sárkánnyal is. Tehát az utunkba belekeveredünk mindenféle nehéz helyzetbe, ki kell bírni, és tovább kell mennünk. Vagy másik utat kell választani, vagy még az is nagyon érdekes, ha valami nem sikerül, az nem biztos, hogy kudarc, ha mindent megtettünk érte, hanem akkor egy másik utat jobbra kell nézni, hát ha van egy másik út, az nem sikerülést jelent, hanem egy másik útra való áttérés. Egy mondat erejéig említetted édesanyádat, de egy picit menjünk vissza a gyökerekhez. Mit adott neked az, ahonnét jöttél, a család? Nem volt család. Ez is nagyon érdekes, hogy nem volt család. Igazából 6 éves koromtól egyedül éltem anyámmal, ugye ebbe a bizonyos leszakadt polgári családba, ahol anyám nem dolgozott, tengtünk igazából. Jó, a napjaimnak a nagy részét a balettintézetbe töltöttem, de láttam otthon egy gyönyörű, tehetséges, okos, intelligens szenvedő nőt, aki nem találja a helyét, de az én nevelésemet tekinti az élet legfontosabb feladatának, anélkül, hogy a megfelelő körülményeket meg tudná teremteni. De hát akkor mindenki szegény volt, úgyhogy ez azért nem volt olyan nagy dolog, hogy egy ruhába jártunk a balettintézetbe, hát nem volt senkinek két ruhája. Hihetetlen szegénység volt, fantasztikus, hogy visszagondolok, akár az étkezésünkre, akár az öltözködésünkre, akár, de boldogan éltünk, mert nem voltak olyan nagy különbségek, hogy irigykedhettünk volna, és ez a bizonyos intézmény fontosnak tartotta, hogy azt a fajta réteget emelje ki, a munkásparaszt rétege, értelmiségi gyerekek. 50-es években megszámlálhatóan kevesen voltak abban az intézményben. Úgyhogy mit kaptam? Hát rengeteg könyvet, 5 évesen már olvastam. Hát láttam egy szenvedő nőt, amire lehet, hogy azt gondoltam, hogy nekem nem kéne így szenvedni, és semmi különös olyan hatást, ami esetleg erre röpített volna, nem tudom. Lehet, hogy a boldog családi élet az nem visz előre, ez talán előbbre vitt. Miből merítesz erőt? Mi a vezérfonala a te életednek, ha lehet ilyet mondani? Ezt nem kérdezem, hogy mit csinálsz szabadidődben, mert az nem nagyon van. Hát, hogy mindig legyek hasznos. Ez a bizonyos, most már ugye én a nyugdíjas korban vagyok, amikor azt szoktuk mondani, hogy a nyugdíjas, vagy az öregség elfogadása az kétféle, vagy elfogadom, vagy nem, vagy lényeg az, hogy az ember, én úgy gondolom, hogy ne legyünk haszontalanok, mert akkor van végünk, ha haszontalanok vagyunk. Elképesztően elszaladt az időnk, úgyhogy végezetül az az utolsó kérdésem, hogy mik a terveid, hova tartasz? Ja, hát ez a viccünknek a lényege, ugye, hogy kijelölnek egy rakétát, az fönn van, és utána esik lefelé, hát én esek lefelé most már lassan, hogy hova érkezem akkor a végére, nem tudom, ami jön, elfogadom, és meg tudom csinálni, ezt megcsinálom. Szoktam nemet mondani is, azért minden hülyeséget nem vállalok el, de amire képes vagyok, és amivel tudok segíteni, vagy amivel hasznot hajtok, vagy amiben valamit építek. Most éppen a Pécsi Balett ügyvezetői foglalkozásommal segítek a 97-ben önállósult Pécsi Balettnek, úgyhogy... Akkor szeretnék megnyugtatni abban a tekintetben, hogy már ezzel a beszélgetéssel is nagyon sokat kaptam és kaptunk tőled, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.